tökéletes a dolog, nem tudom mennyire hallottátok. A magyarral ne kezd, mert pórul jársz. Így van. És még akkor is, ha néhány embert közülünk kihasználnak, kutyaként, szolgaként tartanak, azért, hogy minket harapdáljanak. Tehát én azt gondolom, hogy nekik is föl kellene már ébredni, hogy ez nem működik így. Ugye az előbb itt sétált az emberek között a füstölgő bomba, most ott a motoroknál van. Ugye a motorok azért vannak itt jelképként, hogy annak idején a rejtélyes motoros, a Phantom motoros volt, aki ide begurult erre a térre. És ugye láthatják a bankok és a biztonsági őrök is, figyeljenek nyugodtan, hogyha valaki be akar menni arra a területre, az befog. Tehát nem lehet megakadályozni. Nem lehet megakadályozni, hogy egy bankra ne kerüljön ki egy plakát. Nem lehet megakadályozni bármilyen furfanggal is, hogyha valaminek föl kell robbannia, az ne robbanjon föl. Ne legyen rá szükség. Tehát azt kell elérni ebben az országban, hogy ne legyen rá szükség. De addig, amíg puposkodnak, amíg mi tegnap láttuk a bank ügyvédjét, Kádár Péter, csupa kisbetűvel, doktor nélkül, vigyorog, puposkodik, fölényeskedik a devizaadósokkal, addig bizony nehéz dolgunk van, de nem probléma, minél nehezebb a dolgunk, annál nagyobbat fog a végén durranni, mert mi magunkat felhúzzuk. Képzeljétek el ezt úgy, mint a kőhajítógép. Ha csak kicsit feszítik hátra, akkor nem visz olyan messzire. Ha nagyon hátra feszítik, akkor hatalmasat fog ütni, és nagyon messzire elér majd az a kő, amit hajít. Én úgy látom, hogy Magdi már nem szólt, de már ismerjük annyira egymást, egy versen is készült ide a mai napra. Legalábbis az előbb azt láttam, hogy ezt a verset nyitottad ki. Magdi versei mind erről a harcról szólnak, vagy nem mind, hanem nagyon sok verse szól ez erről a harcról. És mindig nagy-nagy örömmel hallgatom, és most hallgassunk meg egy versét. A hitelkára sokat ér. Akik szép, rendezett otthonokban élnek, nem is tudják, hogy mások mitől félnek. A valuták ellenvoló ára mennyi ember juttat az utcára. A bankoknak elsődleges célja minél többet bezsebelni, még ma. Amit ma megfoghat, az ott ne halt. Nem jótékonysági intézmény vagy. Nincsen méltányosság, nincsen türelem. Ki nem fizet, annak nincsen kegyelem. Hamar ott van a felszólítás, s következik a kilakoltatás. Azt mutatja a szomorú ábra, napról napra nő a földönfutók száma. A bankoké minden pénz, hatalom. A kisennyezetteknek nincsen oltalom. Sokaknak nem tetszik már ez a felosztás. Az övék a nyílét, a miénk a sóhajtás. De akinek nincsen veszteni valója, annak keserűség a tanácsadója. Sőt, egy sugárforrás, ami irányt mutat, s megindul akkor a milliónyi had. Megkeresi jogos igazságát. Ősi jussa visszafoglalását. Köszönjük! Eddig nem is nagyon tűnt fel, itt van egy fideszes pizzéria. Ugye látjuk, hogy a színek azok teljesen olyanok. Nyilván ők is azért vannak itt, hogy itt értünk kiálljanak és a bankok ellen fellépjenek. Ami nagyon jó, hogy ennyi biztonsági őr még egyszer sem mozgósítottak a bankokba, mint a mai napon. Nagyon félnek attól, hogy kiállunk az igazunkért. Nagyon félnek attól, hogy egyre több ember felébred, és egyre több ember gondolja úgy, hogy ebből a kiposztásból elég volt.